A beszédfejlődés segítése, a nyelvi tudatosság fejlesztése, a sikeres olvasásért és tanulásért könyvet azért írtam, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan problémakör, ami sokkal több embert érint és érdekel, mint amennyire gondolnánk. Eddigi gyakorlatom során nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus szakvizsgára felkészítő képzéseken, kollégákkal, gyerekek fejlesztésével foglalkozva az az irányelv alakult ki a fejlesztésemben, hogy mindent játékokon keresztül próbálok fejleszteni. És eredetileg ez a könyv, ez egy játékgyűjtemény lett volna. Van benne körülbelül 100 oldalnyi játék, és ezek a játékok arra valók, hogy a gyerekeket már óvodáskorban, óvodáskor előtt hogyan tudjuk felkészíteni úgy az iskolára, hogy szinte zökkenőmentesen történjen az olvasástanulásuk, és ehhez kötődően később a tanulásuk is. Ahogy kialakult a könyv koncepciója, megérett bennem az a gondolat is, hogy a legtöbb fejlődés, fejlesztés azért nem történik jól, mert nem tudják, hogy mit miért kell csinálni, ami a játékok mögött rejlik. És úgy döntöttem, hogy írok hozzá egy olyan bevezetőt is, ami elmagyarázza, hogy már születés előtt, illetve megszületéskor miket tehetünk azért, hogy a gyermekek tipikusan gyorsabban fejlődjenek. A könyvet szülőknek írtam, fejlesztő pedagógusoknak, tanítóknak, óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek vagy gyógypedagógusoknak, illetve hát hozzánk nagyon sok nyelv- és beszédfejlesztő szakos hallgató jár, és úgy gondoltam, hogy ennek a könyvnek meg kell születnie azért, hogy szakszerű és pontos ismereteket kapjanak, akár a szülők is arra vonatkozóan, hogy mit és hogyan tudnak tenni a gyermekük fejlődése érdekében. Egyre több az a gyerek, aki nem beszél, illetve nehézsége van az olvasásban. És a könyv eleje pont ezt a részt tárgyalja, hogy milyen apró dolgokkal, de tudatos dolgokkal tudunk segíteni abban, hogy a gyerekek beszéde megfelelően fejlődjön, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az iskolát is jól teljesítsék, és sikeresek legyenek a további életben. Tulajdonképpen az első 6 év, az iskola előtti évek, az általános iskola alsó tagozatában töltött évek nagy mértékben meghatározzák azt, hogy később hogyan tudja majd venni az akadályokat, mennyi mindent fog sikerként megélni. A játékgyűjtemény olyan játékokból áll, amelyekhez nem kell eszköz, vagy csak papír, ceruza, vagy netán dobókocka kell. Tehát gyakorlatilag eszköz nélküli játékok, amit a legtöbbet utazás közben is tudunk játszani, családilag, egy-egy bemelegítő feladat, vagy akár ezekből a játékokból jól előkészíthető a gyerek arra, hogy majd egy sikeres olvasás, tanuláson, olvasás elsajátításon menjen keresztül. Én nem igazán szeretem a feladatlapoztatásokat a gyerekek kapcsán, mert ez az életkor az arra való, hogy tényleg játszanak, és azt is leírom, hogy a játékokhoz hogy kell hozzáállni, mit kell figyelembe venni ahhoz, hogy a gyerek ezt tényleg játéknak élje meg. És ezeken a játékokon keresztül jól föl lehet készíteni a gyerekeket arra, hogy az iskolát örömmel és sikeresen éljék meg.